Nem mindenkinek adatik meg, hogy természetes úton hozzon gyermeket a világra. Miután feltárják a meddőség okait, mérlegelni lehet, hogy folyamodhat-e az adott házas pár mesterséges megtermékenyítéshez. Országunkban több százezer párt érint ez a probléma. Az esetek 40-50%-ában a nő, 30-40%-ában a férfi, 20%-ban pedig mindketten valamilyen egészségügyi problémával küszködnek. A párok egyre későbbre halasztják a gyermekvállalást, és sokan ezt addig halogatják, amíg már biológiai okok miatt nem lesznek képesek gyermeket nemzeni. Gyakran túl későn szembesülnek a fogamzási problémákkal. Az orvosok javaslata, hogyha egy év próbálkozás után a nő nem esik teherbe, a párnak tájékoztatnia kell kezelő orvosát. A megtermékenyítési program keretében a nők felső életkorát 40 évben határozták meg. További feltételek, hogy a házas párnak ne legyen gyermeke, és hogy a pár hormonértékei elfogadhatóak legyenek. Ezen kívül mindkét félnek alapos kivizsgálás alá kell vetnie magát. To je čitavo jedno polje kom praktično jedan laboratorijski deo je mala pomoć ljudima da bi se jajna ćelija i spermatozoid sreli. Speciális orvosi beavatkozással mesterségesen elő tudjuk idézni a fogamzást és a beágyazódást. Ezt a technológiát összefoglaló néven asszisztált reprodukciónak nevezik. Laboratóriumi beavatkozással létrehozzuk az embriót, vagy hozzásegítjük a petesejtet és a hímivarsejtet, hogy gyorsabban találkozzanak. Szerbiában 1989 óta végeznek mesterséges megtermékenyítést. 90-ben született az első ilyen bébi. A program úttörője Bujas professzor volt. Zágráb után az akkori Jugoszláviában Újvidéken született az első gyermek. Folyamatosan 13-14 éven át eredményesen dolgoztunk, majd néhány éves szünet következett. 2005-ben indultunk újra, fiatal káderekkel és korszerű felszereléssel, amelyet a klinikai központtól kaptunk a tartományi egészségügyi titkárság támogatásával. Mindenütt a világon költséges ez a terápia, hiszen drágák a műszerek, az egészségügyi alapanyagok a gyógyszerek. Egy-egy beavatkozás reális ára 2-3 ezer euró, attól függően, hogy melyik módszerrel végzik. Az egészségügyi tárca 2006-ban indította el a nemzeti programot, amely az egyszeri mesterséges megtermékenyítést tette lehetővé a párok számára. Szerbiában jelenleg mintegy 600 pár vár ilyen beavatkozásra. A hosszú várólista miatt a köztársasági egészségügyi alap tavaly decemberben írta ki a negyedik támogatási pályázatot, amelyre az állami intézmények mellett a magánklinikák is pályázhattak. Ugyanis mivel az állami kapacitást telített, így a magánklinikákra is kiterjedt a pályázat. A projektum értéke összesen 111 millió dinárt tesz ki. Jelenleg 6 állami klinika, 8 magánintézmény, valamint 450 házas pár vesz részt a programban. A párok maguk döntik el, melyik intézményben szeretnék végrehajtani a mesterséges megtermékenyítést. Többek között az Újvidéki Perinatál Magánklinika is részt vesz a programban. A felmérések szerint a programban résztvevő párok mintegy 20-30%-a döntötte el eddig, hogy melyik klinikára fog jelentkezni. A Perinatál több tucat házas pár jelentkezésére számít. A program végrehajtása már beindult, így a napokban egyre több olyan pár jelentkezik intézményünkbe, akik a listán már szerepelnek. Közülük sokan hosszú ideje várnak arra, hogy megkezdjék a mesterséges megtermékenyítés folyamatát. Ezért törekedni fogunk, hogy az elkövetkező 2-3 hónapban elvégezzük az összes eljárást. Országunkban mesterséges megtermékenyítéssel eddig megközelítőleg 1300 gyermek jött világra. Remélhetőleg az új program beindításával ez a szám növekedni fog.